Oké, a 24. példabeszédbe lapozzatok a Bibliátok, ott fogunk kezdeni. Okay, Proverbs 24. We're going to start there, and then we're going to go back to Proverbs 23. És utána onnan fogunk visszafele haladni, és veszük majd a 23. példabeszédet. We're going to read everything backwards tonight. Mindent visszafele fogunk ma olvasni. Okay, the reason why I want to start in Proverbs 24 is I want to show you what I mentioned a couple weeks ago. Do you remember when we spoke about those four points to how to study your Bible? Azért szeretném itt kezdeni, mert emlékeztek, hogy pár héttel ezelőtt beszéltünk arról, említettem, hogy hogyan lehet jól tanulmányozni a Bibliánkat. Anybody remember? Emlékeztek erre, hogy beszéltem nektek? Okay, somebody give me the one point. Valaki mondjon legalább egy pontot, ami alapján érdemes a Bibliánkat tanulmányozni. Observation. That's right, that's number uno. Ez nagyon jó, az egyes. Number two. Okay, interpretation. Third point, wait, that's four. Good. That's not cheating, that's notes, that's good. What was the third point, though? Third point. Application. You were here first service, too. Okay. No, I'm just kidding. That's good. He's like, no, I wasn't, I promise. Fourth point, implementation. Okay. So I want you to see really quickly in verses 30 through 34 all of these points. Szeretném, hogyha 30-as-t 34. versig átvennénk ezeket a dolgokat. So verses 30 and 31. 30-as és 31-es vers. Go ahead. Elmentem a lusta ember földje mellett, és az esztelen ember szőlője mellett, és láttam, hogy egészen fölverte a gaz, színét elfette a gyom, és kőkerítése összedőlt. That's an observation. Ez egy megfigyelés. I went by the field and there was a lazy man. Hát, hogy elmentem az lusta ember földje mellett. You know, I observed these things. Megfigyeltem ezeket a dolgokat. Okay, then look at verse 32 and see the interpretation. Nézzük a 32-es verset, amint magyarázza. Tessék. Amikor ezt láttam, elgondolkoztam. Elnéztem, és ezt az okulást szereztem. I considered and I received instruction. Tehát elgondolkoztam, I interpreted it. Értelmeztem a helyzetet, és okultam. And then thirdly, look at the application and implementation in verses 33 and 34. És végül a 33-as, 34-es versenek az értelmezése, az alkalmazása. Here's what he learned and how to apply it in his life. Tehát, hogy mit tanult, és az alkalmazás, az ő életére ez hogyan hat. Tessék. Még egy kis alvás, egy kis szunnyadás, összetett kézzel fekvés, így tör rád a szegénység, mint az úton álló, és a szűkölködés, mint egy fegyveres ember. And so there's application, observation, interpretation, application, implementation. Tehát ott van az, hogy van a megfigyelés, annak az értelmezés, és aztán az alkalmazás. It's there. This is your homework. Na, itt a házi feladatotok. Read the scriptures. Olvassátok az igét. Pick a portion of scripture and as you're reading it, observe it, interpret it, apply it. You can do it. Olvassátok egy részt az igéből. Azt figyeljétek meg, értelmezzétek, és alkalmazzátok. Okay, work on that. Ezen munkálkodjatok. So we grow in how to study the Bible together. Ezzel így növekedhetünk, hogy hogyan tanulmányozzuk a Bibliánkat. Okay, now back to 23. Most akkor vissza 23-as fejezetbe. Back to 23, and let's read the first five verses. És olvassuk az első öt verset. Tessék. Ha uralkodóval együtt ülsz le enni, jól gondold meg, mi van előtted, mert ha telhetetlen vagy, kést tettél a torkodra. Ne kívánd jó falatjait, mert csalétak az. Ne fáradj azon, hogy meggazdagodj a magad belátásából, hagyd abba. Alig száll rá tekinteted, már nincs meg, mert gyorsan szárnya támad, az ég felé repül, mint a saskesejű. I want to start here because I really believe this is a timely word from the Lord for us in the time that we're living right now. Azt hiszem, fontos, hogy ennél a pár versnél kezdjük, mert nagyon is aktuálisak ezek az igeversek, amiket itt olvasunk a mai helyzetre, a mai világban, amiben élünk, és ezekre az időkre. You know, we are in very difficult times. Most nagyon nehéz idők járnak. You don't need me to tell you that. Ezt persze nem kell tőlem halljad. You just have to read a newspaper. Csak elég, ha olvasod az újságot. Watch the news. Vagy nézed a híreket. Or listen to the town gossips. Vagy a bárkit, mihú? The gossip, you know, people. Ja, csak vagy hallgatod a pletykálkodást. You know, oh, things are bad. Things are bad. Hogy úgy, de rosszul mennek a dolgok, és tényleg. And I think it's important that we, you know, many people, they see the world and then they hear the message from the church and they feel like the church doesn't know what's happening in the real world. Sokszor az emberek látják, hogy mi zajlik a világban,
hallják, hogy a gyülekezetben milyen igehirdetést kapnak, és egyszerűen nem tudják egyeztetni a kettőt. And oftentimes that's true. És néha ez tényleg így van. You know, one pastor said that churches are answering questions that people aren't asking. Egy pásztor ezt egyszer így mondta, hogy sokszor a gyülekezetekben olyan válaszok, olyan kérdésekre válaszolnak, amit az emberek nem is kérdeztek. And that's a real problem. És ez probléma. We want to, you know, God has a word in season for where we're at. Istennek van szava hozzánk, akar nekünk szólni abba a helyzetbe és szituációba, amiben épp vagyunk. And this is a timely scripture. Riches fly away like an eagle. Ezek nagyon ideillő ige versek, hogy a gazdagság, az anyagi javak úgy elrepülnek, mint a saskesejű. Now that's true when things are normal. It's especially true when things are tough. Ez a normális életrendben is így van, de amikor nehezedik a dolog, akkor még inkább. And you know, so really, what is the answer then? Akkor mi a válasz? What do we do in these times? Mit csináljunk ezekben az időkben? We pray. Imádkozunk. We have to pray. Imádkoznunk kell. Christians, we are not exempt from difficulties, are we? Keresztények, mi sem vagyunk mentesek a problémáktól, a nehézségektől, ugye? If that were true, everybody would become a Christian. Ha ez így lenne, minden ember megtérne és keresztény lenne. Wow, Christians, nothing ever bad happens to them. Hogy fú, a keresztényekkel soha semmi rossz nem történik. You know how easy it would be to bring people to Christ under those conditions? Ha ilyenek lennének a feltételek, milyen könnyű lenne az embereket Istenhez vezetni. Do you want to never struggle again? Szeretnéd, ha soha nem kellene küzdened az életben? Yeah. Persze. Become a Christian. Hát akkor légy keresztény. You know, and if it were true, wow, I mean, there would be no unbelievers. Ha ez így igaz lenne, akkor nem lennének hitetlenek. But over and over in the scriptures we see that God would allow his children to suffer. De azt látjuk az igében újra meg újra, hogy Isten megengedi, hogy a gyermekei szenvedjenek. And I don't want to spend the time tonight answering the question why. I'm still figuring that out. Azt azért nem akarom most az időt arra szánni, hogy megbeszéljük, hogy ez miért van így, mert én magam is most próbálom ezt megfejteni, hogy miért. But I am very much interested in reminding you that we have a good God. De viszont annál inkább érdekel az, hogy benneteket emlékeztessenek magunkat arra, hogy nagyon jó Istenünk van. Who does not change with the economic markets. Aki nem változik a gazdasági helyzettel. Oh, the markets were up today, the markets were down today, the markets were up today, the markets were... You know, what if God was like that? Vagy a tőzsde ma lement, vagy ez van, vagy az van. Mi van, ha Isten is ilyen lenne? God had a good day today. Ma Istennek jó napja volt. God had a bad day today. Thunder, lightning. Istenem a rossz napja volt. Villámlott, esett, minden baj volt. He's constant. Nem, Isten mindig ugyanolyan. He is the same yesterday, today and forever. Ő ugyanolyan tegnap, ugyanolyan ma és ugyanolyan lesz mindörökké. Riches fly away. A gazdagság elszáll. Now, that's not a positive, by the way. Oh, they're flying, they're soaring. You know, ez it's nem not egy a good pozitívum, thing. Ez nem úgy mondom, hogy repked mindenhol a pénz. No. Tehát, hogy ez egy negatív dolog. No, logis. They're flying away and you're stuck on the earth. Nem, a pénz elszáll, te meg itt maradsz a földön, és úgy búcsút intesz neki. No. You know what, though? We, our God, he's the rock. De a mi Istenünk, ő a kőszikla. He's a rock. Ő kőszikla. Flying away. Ő nem repül el. He's a rock. Ő kőszikla. And in these times, we need to stand on the rock. És ezekben az időkben igenis a sziklára kell álljunk. We need to stand firm. És meg kell állnunk. We have a constant in our lives. Hogy legyen meg ez a biztos pont az életünkben. We need to hold on to Jesus. És bele kell kapaszkodjunk Jézusba. And so we need to pray. Úgyhogy imádkoznunk kell. You know, I think that, you know, I know it was true in first service, maybe it'll be true in the second service, that there's people even in here right now that have you've lost your job because of what's going on right now. Ez nem tudom, hogy most így a második alkalommal igazad, de az elsőre igaz volt, hogy vannak itt olyan emberek, akik a mostani időszakban vesztettétek el a munkátokat. And actually, we want to pray for you first. És szeretnénk értetek imádkozni. It's just a hard time. It's nothing you did. It's just the way things are going right nehéz, now. Nehéz most a helyzet. Nem te csináltál valamit, hanem ilyen idők járnak. And the truth is we should recognize that and we should pray. És fontos, hogy ezt felismerjük, és ezért imádkozzunk. So if you either lost your job, tehát ha elvesztetted a munkádat recently, mostanában, or you are really afraid you're going to because of the way things are going, vagy nagyon félsz, hogy elfogod, mert nagyon úgy alakulnak a dolgok a cégednél, vagy abban az iparágban, amiben dolgozol. We want to pray for you. Akkor imádkozni akarunk érted. Would you raise up your hand if you're here? Ha ilyen, ez igaz, we're not going to make you stand up or nothing like that. Akkor a kezed, nem kell felállni, csak felemelni a kezed. Yeah, wow, okay. Third service, or first service was only a couple.
Első alkalmon csak páran voltak. Or they were lying. You're the honest group. So vagy ők hazudtak, és ti vagytok az őszinték, de raise up your hand. Emeljétek fel a kezeteket. Okay, those of you that are sitting right next to them, just I want you to lay your hands on them. És akik körülötte ültök, emberek, kérlek, hogy tegyétek rájuk a kezeteket, és I'm going to pray. You don't have to pray. I'm going to pray. Én fogok imádkozni, ti csak tegyétek rájuk a kezeteket. And we lay our hands on them just to say, man, we love you. We're praying for you. Azért, hogy mondjátok, ezzel kifejezzük, hogy melletted vagyunk, és együtt állunk veled. Okay. Anybody else who'd raise your hand if nobody's laying hands on you? Ha senki nem fogja meg a te válladat, és nem teszi rád a kezed, akkor emeld fel a kezed. All right. Would you agree with me in prayer? Kérlek, hogy értsetek velem most együtt imában. Father, we want to pray for our brothers and our sisters who have either lost their jobs or who are fearing for their job. Atyám, szeretnénk imádkozni azokért a testvéreinkért, akik elvesztették a munkájukat, vagy félnek, hogy elveszítik. Lord, truly, the world is shaking, and we're shaking with it. Az egész világ rázkódik és remeg, és mi vele együtt remegünk. And God, we don't have simple answers. És Uram, nincsenek egyszerű válaszaink. But we do have a good God. De tudjuk, hogy jó Istenünk van. And so, Lord, we ask that you would comfort those who have lost their jobs. És kérlek, Uram, hogy te vigasztald azokat, akik elvesztették a munkájukat. Lord, I pray that you would provide them a new job. Kérlek, hogy gondoskodj róluk és adj új munkát nekik. Jesus, bring a new place of employment for them. Kérlek, hogy hozz egy új munkahelyet nekik. Lord, we pray for those that are in fear. God, we know how worry can just cripple us. Uram, és kérlek azokért, akik aggódnak a munkáikért, tudjuk, hogy milyen nehéz, amikor a félelmi megbénít valakit. And Lord, that fear may be real. We pray that they would hold on to you, their constant. Uram, és lehet, hogy ez a félelmük valós, és kérjük, hogy te legyél mindig az ő bátyjuk, és beléd kapaszkodjanak. Help them to be strong, Lord. Segíts nekik erősnek lenni. God, we pray. We pray that you would, through this, you would draw us closer to your son, Jesus. És Uram, kérjük, hogy mindezeken keresztül is te fiadhoz vonjál minket közelebb. In Jesus' name. Jézus nevében. Amen. Amen. You know, it seems to be the tendency right now is to, you know, let these events really shake us. És úgy tűnik, hogy a tendencia az, hogy ezek a körülmények mindannyiunkat így megrázzanak. But more than ever, guys, we need to look to Jesus. És mindennél jobban most kell nagyon Jézusra figyelnünk. In fact, here's what we're going to do. We're going to pray for our nation. És most tudjátok, a nemzetünkért is fogunk imádkozni. Because everybody's struggling. Mert mindenki küzd. And they don't know it. Most of them don't, but they need God. És legtöbben nem is tudják, de attól még szükség van Istenre. And if we don't pray that for them, they're not going to ever pray that. És ha mi nem imádkozunk értük, akkor ők ugye nem imádkoznak. And so I want you to just pray with the people that are right next to you. Let me tell you what to pray though before you start. És elmondanám, hogy miért imádkozunk majd egy kis csoportokban, akikkel együtt ülsz. Oh no, I hate small groups. You'll get, it's okay. Jaj, de nem szeretem ezt a kis csoportos dolgot, nyugi, túl leszel rajta. You can do it. Meg lesz, ez jó lesz. I don't. Sit next to people you like. That's the rule. Ülj olyanok mellé, akit kedvelsz, és velük könnyebben megy a dolog. It's not my fault. You're sitting. Oh no. If you're married, you better like the person you're sitting next to. És áldozva jobb, ha kedveled a mellette ülőt. Listen. I want you to pray for two things. Két dologért szeretném, hogy imádkozzatok. I want us to pray for the nation as a whole. Just pray that God would bring healing and help and, you know, strength. Kérlek, azért imádkozunk először is, hogy a nemzetünkbe Isten hozzon gyógyulást és megerősödést és épülést. And secondly, I want us to pray that God would use this time to bring people to Jesus. És azt is kérjük Istentől, hogy használja ezt az időszakot, ezeket az időket arra, hogy még több embert magához vonjon. God can use difficult times to bring people to salvation. Isten használni tudja a nehéz időket, hogy embereket üdvösségre vigyen. So let's pray that God would do that. És kérjük ezt, imádkozzunk, hogy Isten ezt megtegye. So, ready, set, you can do it. Hajrá. Let's pray with the people next to you. Az emberekkel, akik mellettetek ülnek.
Father, we pray for this nation. We pray for our leaders. We pray for your help, God. Uram, imádkozunk a nemzetünkért, imádkozunk a vezetőinkért. Kérjük, hogy te segítsél most. Lord, it seems like nobody has answers. Úgy tűnik, hogy senkinek nincsenek válaszai. But you do, God. De neked vannak. And Lord, you're bigger than money and business. You're bigger than these things. És Uram, te nagyobb vagy pénznél, nagyobb vagy a gazdaságnál, az üzleti világnál. So Lord, be strong in our midst, we pray. És kérjük, hogy légy te nagyon erős közöttünk. Help, God, and we pray that you would use this to draw many people to salvation. Segíts Uram nekünk, és kérjük, hogy használd ezt az időt arra, hogy még több embert magadhoz vonj és megtérjenek. Lord, maybe those that have always been so confident and sure of themselves. Lehet, hogy vannak olyanok, akik egész életükben annyira magabiztosak voltak. Making good money. Hogy jó kerestek. Maybe times aren't so good right now. Lehet, hogy most nagyon nehéz idők járnak rájuk. Touch them, God. Kérlek, hogy érintsd meg őket. Let them know that you love them, that you died for them, that you have a plan for their lives. És hadd tudják meg, Uram, hogy te szereted őket, te meghaltál értük, és te neked jó terved van az életükre. Lord, use and bring beauty out of the ashes of this situation. És kérlek, hogy a hamuból, a porból te hozz ki valami nagyon szépet. In Jesus' name. Jézus nevében. Amen. 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 I want to shift to kind of our next topic for tonight. Szeretnék most áttérni a másik témánkra mai estén. And we're going to start in verse 29. 29-es verstől. Who has woe, who has sorrow, who has contentions, who has complaints, who has wounds without cause, who has redness of eyes? Kinek jaj, kinek fáj, kinek jaj? I love that. That's so cool. Kivel veszekednek, kinek van gondja, kit vernek véresre hiába, kinek zavaros a szeme? Those who linger long at the wine, they go in search of mixed wine, mixers. Azoknak, akik bor mellett mulatnak, és a fűszeres bort kóstolgatni járnak. Do not look on the wine when it is red, when it sparkles in the cup, when it swirls around smoothly. Cute. Ne nézd a bort, hogyan vöröslik, hogyan gyöngyözik a pohárba, bizony simán lecsúszik az. At the last, it bites like a serpent and stings like a viper. It's Muhammad Ali. De végül, you gotta know that phrase, right? Okay. De végül megcsip, mint a kígyó, megmar, mint a vipera. Your eyes will see strange things and your heart will utter perverse things. Szemed zavaros dolgokat lát, te magad pedig össze-vissza beszélsz. I want to hit right now on the subject that the Proverbs bring up, and that is drunkenness. Tehát most szeretném ezt a témát felhozni, amiről a példabeszéd beszél, ez pedig a részegeskedés. And we're going to, I think, look at all sides of this, hopefully. És most remélhetőleg minden oldalát meg fogjuk ennek nézni. You know, Alexander the Great, at 16 years old, became the ruler of Macedonia. Tudjátok, hogy Nagy Sándor 16 éves korára Macedónia uralkodója volt? He's pretty young. Elég fiatal volt. At 18, he became the general. 18 évesen ő lett a hadvezér. And he earned it, by the way, not just because he was king. Nem azért, mert ő király volt, egyszerűen megharcolt ezért a pozícióért, megérdemelte. At 30 years old, he was weeping from boredom because he had conquered the world. 30 évesen unalmában pityergett, mert az egész világot leuralta. What am I going to do today? Hogy ma akkor mit csináljak? At 32 years old, he died of alcoholism. De 32 évesen alkoholizmusban meghal. Here in Hungary. Itt Magyarországon. One third of all deaths and suicides are alcohol related. A halálozások és az öngyilkosságok egy harmada az alkoholizmussal függ össze. One in six car fatalities are attributed to alcoholism. Hat halálos balesetből egy az alkohollal összefüggő. And the second leading cause of divorce in Hungary right now is alcohol abuse. És a magyarországi válások második leggyakoribb oka az alkoholizmus. This is not a Hungarian problem, it's a worldwide problem, but we are here. Ez nem egy magyar probléma, ez a világon mindenhol baj, de mi most itt élünk. Your heart will utter perverse things. Azt mondja, hogy a szíved össze-vissza beszél. Verse 33, you know. A 33-as versben ez van. Alcohol breaks a person, it removes a person's inhibitions. Ez azért van, mert ilyenkor, mert az alkohol az emberi gátlásokat teljesen felszabadítja. If you want to get somebody to say stupid things, get them drunk, right? Ha szeretnéd, hogy valaki butaságokat beszéljen, itasd le.
Oh, he's a happy drunk. Look at him go. Woohoo! De nézd meg, milyen kis boldog, amikor részeg. Akkor milyen jó. Oh, you don't want to be around this guy. He's a mean old drunk. Vagy ő körülötte nagyon nem jó lenni, ha részeg, mert ő nagyon gonosz lesz akkor. It's a drunkenness is a false courage. A részegség ez egy hamis bátorságot az embernek. Now, let me say this. There is no blanket rule against alcohol in the Bible. There is none. De hadd kezdjem azért azzal, hogy a Bibliában nincsen egy általános szabály az alkohol ellen. The prohibition in Scripture is against drunkenness. Mindig a Biblia arról beszél, hogy a részegség rossz. And we'll talk more about that later on, that drinking is not prohibited. Tehát az alkohol fogyasztás az nem tiltja a Biblia. But the problem is drunkenness. A probléma az akkor lesz, ha ebből már részegeskedés érkezik. Turn with me to Ephesians chapter 5. Lapozzunk az Efézus 5-höz. You want to see this for yourself? Yeah, I don't know if he was telling me the truth. Ez olyan dolog, amit szerintem magatoknak a saját szemetekkel akarjátok majd látni, nem fogtok hinni nekem. Maybe he was lying. Lehet, hogy nem is igaz, amit mondott. Okay. In verse 18, do not be drunk with wine in which is dissipation, but be filled with the Spirit. Tehát Efézus 5:18-as vers. Ne részegeskedjetek, mert a borral léhaság jár együtt, hanem teljetek meg lélekkel. Notice the contrast given to you and I in Scripture. Nézzük meg, hogy milyen kontrasztot állít itt elénk a Biblia. Drunkenness versus being filled with the Spirit. Az egyik oldalon a borral való részegeskedés, a másik oldalon meg a lélekkel való betöltekezés. What do they have in common? Tehát akkor hogy lehet, hogy a kettőt egy lapon említi, hogy ezek kettő ellenpólus? Why would Paul contrast these? Of course they're different. Hát persze, hogy más a két dolog. Hogyan állíthatja a kontrasztba ezt Pál? They share this one thing in common. Egy dolog azonban közös bennük. They're both about being under the influence of something else. Mindkettő állapot azt jelenti, hogy valamin más dolognak a hatása alá kerülünk. To be filled with the Spirit is to be under the influence or the control of the Spirit of God. Amikor a lélek hatása alá kerülünk, akkor a Szentlélek vezet bennünket. To be drunk is to be under the influence of something else. Ugyanúgy a részegeskedés is azt jelenti, hogy valaminek a hatása alá kerülünk, de ebben az esetben az alkoholénak. Again, drinking is not the problem. Tehát nem az alkohol fogyasztással van probléma. Drunkenness is. Hanem a részegeskedés a baj. And Paul here draws the contrast. És Pál megmutatja nekünk itt az ellentétet. Then, you know, and again, ask yourself the question, what is the appeal to getting drunk? Tehát kérdezzük meg magunktól, mi a vonzó abban, hogy az ember részeg legyen? It's easy. Having fun or escaping. A válasz egyszerű, hogy vagy azért, mert olyan jó móka, és jól érezzük magunkat, vagy az, hogy menekülünk, vagy mindkettő. It's one, you know, oh, just partying with my friends. Hát csak bulizok a barátaimmal. You know, or I'm trying to drown out my problems. Vagy próbálom lenyomni és egy kicsit az italba folytani. And it has an altering effect to release or relieve that pressure for a time. És így van, hogy az alkoholnak van egy ilyen megkönnyebbítő hatása, hogy azt a problémát ideig, óráig egy kicsit elfelejtjük és felszabadulunk. Christians, God has something better for you. De keresztények, Istennek valami jobb terve van erre. Being filled with the Spirit. Hogy a lélekkel legyünk telve. Being under the control of God. Hogy Isten uralkodjon rajtunk. Now you say, well, that doesn't sound like as much fun as getting drunk. De erre azt mondta, hogy ez annyira nem hangzik jól, mint mondjuk egy jót inni. You know, well, then you haven't been filled with the Spirit. Akkor mi nem töltekeztél be a lélekkel? Now there are major contrasts. Let me explain to you why it's better to be filled with the Spirit. De hadd magyarázzam el, hogy miért jobb a lélekkel betöltekezni. Két oka van. Number one. Az egyik. The effects of the Spirit last longer. Hogy a lélekkel való betöltekezésünk hosszabb ideig tart. You know, you get drunk, how long does it last? Hogyha berúgsz, az mennyi ideig tart? You know, yeah, you know, if you're lucky, you know, not very long. Ha jó vagy a dolog, nem túl hosszú, nem pár óra. Some of you are telling me how long, you know exactly. Itt párom már mondanak én órákat, meg napokat, hát valaki nagyon tudja. It's exactly, oh, never mind, I'm in church. Pontosan ennyi, meg ennyi, de jaj, ezt nem szabad itt a gyülibe hangoztatni. I don't know, but I've heard it. Nem tudom, mástól hallottam. Listen. It doesn't last very long. A lényeg, hogy nem olyan hosszú ideig tart. But the Spirit of God in your life. De Isten lelke az életedben. Lasts longer. Hosszabb ideig tart. Secondly, the effects of the Spirit aren't harmful to us. Második dolog, hogy a lélek munkája az életünkben sosem káros ránk. You know, there's
You know, nobody's been killed by a person under the influence of the Holy Spirit. Mert soha senki nem halt meg azért, hogy valaki azáltal, hogy valaki a lélekkel betöltekezve, ami kárt tett benne. You know, cops aren't pulling people over, you know, were you under the influence of God's Spirit? Soha nem állít meg a rendőr és ellenőriz, hogy majon te most az Isten lelke általi hatás alatt vagy. You know, I can't walk straight, it was the Lord, you know. Nem is tudok egyenesen járni, hát az Úr miatt van. No. The effects are so much better. Nem, ezek a lélek hatása az életünkre annyival jobb. They're not harmful. És soha nem károsak. Everything that God does in your life is to build and to strengthen you and to encourage you. Isten munkája az életünkben mindig arra vonatkozik, hogy építsen, hogy bátorítson, hogy többé tegyen minket. And you know, though drunkenness can relieve pressure for a moment, it comes right back and even more so. De bár az ital, az alkohol egy ideig elnyomja a problémánkat, vagy felszabadít gátlásokat, és jobban érezzük magunkat, de egy ideig csak, és utána a helyzet még inkább erősebben tér vissza. In 1 Peter, he talks about drunkenness being a part of the old man. It's not a part of our new life. Az 1 Péterben azt írja az ige, hogy az óemberünk része, ez a részegeskedés. Az új életünkben ez nem kell, hogy ott legyen. Paul goes further in 1 Corinthians 5. Az 1 Korintus 5-be Pál tovább megy. He says that for a Christian to be a drunkard, we are not to fellowship with that person. Itt már azt írja Pál, hogy ha valaki egy keresztény ember részegeskedik, akkor ne legyünk vele közösségben. That's strong. Ez azért kemény. Now again, let me return to what I said earlier. There is nothing wrong with a Christian drinking in moderation. There's nothing wrong with that. Hadd hangsúlyozzam megint, hogy semmi probléma nincs azzal, hogyha egy keresztény ember alkoholt fogyaszt teljesen normális körülmények között. You know, I didn't grow up in a Christian home. Én nem keresztény otthonban nőttem föl. And my dad would drink, but in moderation. És az apukám ivott is alkohol, de teljesen normális mértékben. And the concept of it being an abuse just was foreign. I never saw that. Ez ilyen káros szenvedély is lehet, azt én sose láttam a családunkban, ezért szerencsés vagyok. And when I became a Christian, amikor keresztény lettem, especially in America, különösen Amerikában, you know, drinking means you're not a Christian. Ha valaki iszik, akkor az azt jelenti bármit is, akkor az azt jelenti, hogy nem vagy keresztény. But that's not true. De ez nem igaz. And you know, you'll even hear some tell you how the wine in Jesus' day really wasn't wine. It was grape juice. Sőt, egyesek ma odáig mennek, hogy Jézus idejében, amikor ő csodát tett, és it was weaker back then. És bort teremtett oda. Az nem is az volt, csak valamilyen szőlőlé, vagy valamilyen nagyon híg, gyenge valami. They weren't making Welch's grape juice back then. Akkoriban nem ilyen sió szőlőlevet gyártottak. In fact, in John 2, when Jesus made wine, the master said, this is the good stuff. Sőt, a János 2-ből azt írjuk, amikor Jézus ott csodát tett, akkor a gazda, vagy hát a vendéglátó azt mondta, hogy fú, a végén hozzátok a legjobb bort. So Christians, the lesson is drink good wine. Ebből mi a lecke nekünk keresztények, hogy jó bort igyatok, ha már isztok. That's not the lesson. Nem ennyire ez a lecke. That's not true, but there's this desire to kind of, you know, suppress and say, well, no, they didn't do that back then. Valahogy hajlamosak vagyunk arra, hogy kimagyarázzuk a Bibliában ezeket a dolgokat, hogy akkoriban ez hogy is lehetett. That's not true. De ez nem igaz. What the Bible speaks against is drunkenness. Mindig a Biblia csak is a részegeskedés ellen szól. In 1 Timothy 5:23, Paul says to Timothy, drink a little wine for your stomach. Sőt, az 1 Timóteus 5:23-ban azt mondja Pál Timóteusnak, hogy egy kis bort minden nap fogyasszál el a gyomor problémáját. You know, that's a hard verse to dance around. Ezt azért elég nehezen lehet kimagyarázni, ezt az igeverset. Well, it means this, and it means this, hogy and it egy kicsit is, ezt is jelenti, meg azt is. It just means, Timothy, drink a little wine for your stomach. Nem, egyszerűen azt jelenti, hogy Timóteus, igyál egy kis bort minden nap, hogy jobb legyen a gyomrod. We need to live with moderation. És mindenre igaz, hogy egyszerűen mértéktartással kell éljünk. We need to live, you know, we ought not to be extreme, and drunkenness is an extreme thing to go towards. Tehát ez mindenre igaz. Az, hogy mértékletesen éljünk, ugyanígy az alkohol fogyasztásában is lehet mértékletesnek lenni, vagy lehet ilyen szélsőségesnek lenni, és az a részegeskedés. And of course, I'm asked the question often, I want to talk about it. Well, how can I know what I'm allowed to do and what I'm not? How far can I go? És akkor sokan megkérdezik persze, hogy jó, de akkor honnan tudom, hogy mennyit ihatok, meg mi az, ami még oké, meg mi az, ami már túl sok? And I want to answer that now. So let's turn to 1 Corinthians chapter 10. Please. Akkor lapozzunk ennek megválaszolására az 1 Korintus 10-hez. Now as we're turning there, let me just tell you a story about when I was a kid. Hadd meséljek el közben egy történetet, amikor gyerek voltam. You know, we went on a family vacation an hour south to Mexico.
Elmentünk egy órányra délre Mexikó felé, és egy ilyen családi vakáció volt. I was 13, my brother's 12. Én 13 éves voltam, az öcsém 12, ugye szüleinkkel voltunk. And for whatever reason, you know, we're down there and it's after dinner, my dad opens a beer. És ott vagyunk vacsora után, apukám megnyit egy sört. And you know, I thought, and I said to him, I want one. És mondtam, hogy apa, én is kérek. We're not in America, I don't know why that mattered, but somehow we're not in America, can I have a beer? És valahogy ezt éreztem, hogy nem Amerikában vagyunk, hanem Mexikóban átléptük a határt, hogy akkor most lehet itt innom, ihatok egy sört. My 12-year-old brother is like, I want one too. A 12-es öcsém is megszállt, akkor én is kérek. And then my dad said, yeah, you can have one. És akkor apukám azt mondta, jó, igyatok egyet. Go ahead, go get one. Jó, hozzatok. And our eyes went wide, really? És akkor teljesen kikerekedett a szemünk, hogy komolyan. He said, yeah, go get it. Igen, menjetek. We ran over and he said, no, not that one, the other one. Nem azt mondta, mit hozzunk. I'll tell you why in a minute. Mindjárt elmondom, hogy miért. Mondom. And so we get it and we bring it over and it was like this, it was like the, you know, the little, and he says, all right, boys, but here's the rule. És azt mondta, hogy oké, fiúk, de van egy szabály. If you open it, ha mikor kinyitjátok, you will finish it. Akkor viszont meg kell innatodok az egész üveget. Oh, no problem. Persze. Crack, you know. And I took a drink, and my brother took a drink, and we both looked at each other and said, that's pretty good. Egy kortyot ittunk, egymásra néztük, és mondtuk, hát egész jó. What did you think? Oh, it was good, yeah. Milyennek állod? Jónak. Yeah, it was good. Jó lesz. My dad said, keep drinking, boys. És azt mondta, hogy akkor be kell fejezni. Okay. Jó. And it got really hard. És a végére annyira nehéz volt meginni. Later, not that many years ago, he told me, I gave you the worst beer I had in there. És később, pár évvel ezelőtt mondtál, hogy a hűtőben levő legrosszabb fajta sört remont, hogy azt igyuk. It felt like weeks there with that beer. Úgy éreztem, hogy hetek telnek el, mire az a sör elfogyott. I think it was more like minutes until we said, we can't drink it. Azt hiszem pár perc volt az egész, mire azt mondtuk, hogy ez undorító, ezt nem bírjuk meg én. I think my brother said, can I have a Coke, Dad, please? És akkor könyörgött a tesóm egy kóláért, hogy hagyjon. Oh boy, I tell you what, cured us. Azt hiszem, ez örökre vasalt minket. You know, today somebody will say, hey, would you like a beer? And I'll say, oh, no, please, no. Ha valaki most azt kérdezi, hogy kérsz egy sört, hogy rögtön mondom, hogy kösz, nem. Oh, I'm sorry, you're a pastor, you don't, no, it's not that. Jaj, persze, hát te lelki pásztor vagy, nem azért. It's the taste, it disgusts me. Hanem az íze, egyszerűen szerintem undorító. Listen, we need to have moderation in our lives. Egyszerűen csak mértékletességre van szükségünk. We need to be moderate. Mértékletesen kell csinálni. We need to be, but drunkenness is prohibited by the Lord. De az Úr megtiltja a részegeskedést. How do we figure out what's okay and what's not okay? De honnan tudjuk meg, hogy mi a helyes és mi már nem? Verses 23 and 24, 1 Corinthians 10. Ez 1 Korintus 10, 23. 3 és 24. 23 és 24. All things are lawful, but not all things are helpful. All things are lawful, but not all things edify. Let no one seek his own, but each one the other's well-being. Minden szabad, de nem minden használ. Minden szabad, de nem minden épít. Ne keresse senki a maga javát, hanem a másét. We need to ask ourselves a few questions. Egy pár kérdést kell feltennünk. Will this thing, will this situation, will it drive me closer to Jesus? Hogy ez a helyzet, ez a valami, amire éppen most gondolok, az engem közelebb visz Istenhez? If you cannot answer yes, then it's destructive. Hogyha nem tudsz igennel válaszolni, akkor az egész lehet, hogy romboló. And you can carry this into any other area of your life. Ezt persze az életünk minden területére alkalmazhatjuk. Secondly, we need to ask this question, will this edify the people around me or cause them to stumble? Vagy a másik kérdés, ami fontos, hogy a körülöttem levő ember ez építi, vagy inkább csak megbotránkoztatja. You know, let's be honest. We live in a world, and if we're honest, we are the same way. It's very selfish, isn't it? És őszinték vagyunk, akkor látjuk, hogy a világ is ilyen, de azért mi is, hogy minden rólunk szól, és önző. What's good for me? What's best for me? What benefits me? Hogy mi jó nekem? Mit akarok én? Nekem mi az érdekem? But the Apostle Paul tells us, we ought to be looking at the well-being of others before our own well-being. De Pál apostol végig arról beszél, hogy fontosabb, hogy elsődlegesen a másik érdekét nézzük a magunkén. You know, in Paul's day, it was the issue of meat.
Pál idejében ez a hús evésének kérdése. They were living in, you know, very pagan cities. Nagyon pogány helyeken éltek. And you would offer, you know, they would people would offer their sacrifices in these pagan temples. Az emberek különböző áldozatokat mutattak be a különböző pogány templomokban. But there was too much meat, so the temples would then sell it back to some of the vendors. És aztán, mivel túl sok áldozat került oda az oltárokra, a papok a különböző pogány templomokból a húst átadták a húsárusoknak, hogy eladják újra. And so the great debate for many was to eat meat offered to an idol or not to eat meat offered to an idol. És nagyon sokan ezen a Shakespearean question. Küzdöttek, hogy ehetünk-e húst, amit már egyszer pogány oltárakon bemutattak, vagy nem ehetünk. To eat or not to eat. Hogy együnk vagy ne együnk. And of course, you know, some would just look at that and say, "Oh my goodness, no, I'll never." És egyesek úgy néztek erre, hogy oh, ne, hát ez nagyon nagy baj, ez nem szabad. That's meat offered to an idol. Hisz ezt egy bálványnak bemutatott hús. Others would come by and say, "Yes, it's half off meat." De mások megjöttek és 50% meat. Gyerünk, hát ez félár, féláras, akciós hús. That's good meat. Ez jó hús. It's cheaper meat. Cheaper meat is good meat. Olcsóbb hús, jó hús. You can offer it to whatever God you want. It's good meat. Nem érdekel, milyen istennek mutatták, and so this was a real debate. Tehát ez egy valós probléma volt nekik. And it would go something like this. Let's say you had somebody over to your house and you made some good gulyás leves. És képzeljük el, hogy akkoriban ott vagyunk, és vendégeket várunk, és nagy gulyás leves csinálunk. And then they sit down and they say, well, is that meat offered to an idol? És valaki megkérdezi, hogy ez olyan hús, amit féláron vettél, és hát nem ez a lényeg, de hogy pogány istennek bemutatott hús. Well, as a matter of fact, it is. És erre bevallott, hogy igen. Or you'd go, no. És vagy hamiskásan azt mondod, just eat the meat. Nem, you know? Egyétek meg a levest. And so, and you know, we can laugh and say, oh, how silly. És persze most nevethetünk, hogy ez milyen vicces. But you know, we have those things today. De ma ugyanezt csináljuk. And those things that maybe you have freedom in Christ to do, to watch, to all, whatever, maybe somebody else doesn't. Mert lehet, hogy az a dolog, amiben te teljesen szabad vagy, hogy egyél, igyál, nézzél, bármi, abban valaki más nem szabad. And we need to make our decisions not on what can I do, but what can they handle. És a kérdés tehát, ami alapján döntsünk, inkább ne az legyen, hogy én nekem mit szabad, és mit nem, hanem a velünk, a körülöttünk levők mit bírnak el, mennyit bírnak kezelni. Well, they just need to grow up. Quit being a baby, eat the meat. Vagy mondtad, hogy hagyjátok mába ezt a nyavalgást, nyújjatok fel, egyétek meg a húst. Baby. Kis baba. No, wait. What if as I was teaching my babies to walk, de mi van, ha as Joy and I are teaching our little babies to walk, mi mondjuk Joy-jal tanítjuk a kisbabáinkat, a gyerekeinket, hogy hogyan járjanak. And they fall down, we say, get up, baby. És akkor, ha elesik, azt mondom, hogy ne légy már ilyen baba, állj már fel és járj. Get up, look at me, I can walk, what's the big deal? Mi a bajod? Hát én is állok, járok, megyek. If I'm allowed to do it, you just get up, baby. Én bírom ezt csinálni. Quit your crying, get up. Baba, álljál már fel és járjál, te now, is. How effective will that be? Ez vajon mennyire lesz hatékony? No. If I want that child to walk, then I need to think of their well-being before my own. Ha én azt szeretném, hogy ők biztonságban megtanulnak járni, akkor nekem kell előbb letérnem hozzájuk, és nekem róluk kell gondolkodjam, hogy nekik mi a jó. Charles Spurgeon, one of my favorite preachers. Charles Spurgeon, 1800s, he's not here. Az 1800-as években ért, nincs itt most, hogy az ő az egyik kedvencem. He used to smoke big old stogies, cigars. Nagy szivarokat szívott. And he didn't think anything about it. És abszolút nem gondolta, hogy ez, tehát nincs, nem volt semmi gondolat. And some of the people in this church were offended. De páran a gyülekezetéből ilyen sértőnek vették. And he would remind them that all things should be done in moderation. They reminded him. He would remind them. És ő hogy emlékeztette őket, hogy minden dolgot szépen mérsékletességgel csináljunk. One lady was really perturbed. De az egyik, hogy nagyon zaklatott volt ezzel. And he said, listen, if it gets excessive in my life, I'll stop. És akkor azt mondta a hölgynek, Charles Spurgeon, hogy ha valóban ez már ilyen káros szenvedélyé válna, akkor abba hagyom, ígérem. She said, well, what do you consider excessive? És a hölgy megkérdezte, mi lenne már az a szélsőséges dolog, amit te már károsnak nevezél? He thought for a second. Gondolkodott egy pillanatig. Two cigars at the exact same time. Két szivar egyszerre. That would be excessive. Az már túlzás. You know, okay. Until one day, amíg nem, egy nap, he saw a billboard on the side of the road. Az utca szélén látott egy posztert, egy reklámot. And it was a cigar reklám. Egy szivar reklám volt. And it said this. És a következő állt rajta. The cigar Spurgeon smokes. Hogy a szivar, amit Spurgeon is szív.
He quit right then. Abban a pillanatban abba hagyta. And he said this. He wrote this down. És erről írt is később, és ezt mondta. He said, I don't want to be known by the kind of cigar I smoke. Hogy nem szeretném, hogy arról ismerjenek az emberek, hogy milyen szivarmárkát szívtam. But by the gospel I preach. Hanem az evangéliumról, amit hirdettem. Now, what he was doing wasn't wrong. Amit tett, az nem volt baj, hogy szivarozik. But he chose to put others above himself. De ott, annál a pontnál úgy döntött, hogy másokat akar maga elé helyezni. Will you do that? Te ezt meg fogod tenni? Oh, but I'm free. I have this freedom, 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 freedom. It's not about our freedoms. De hát én szabad vagyok, én nekem szabadságom van erre, de nem erről van szó. It's about the gospel. Hanem az evangéliumról. It's about caring for those around you. Hogy törődsz azokkal, akik körülötted vannak. And it is also true, and I know many of you in this room, that God holds those of us who serve him to a higher standard, and that's many of you. És sokakra igaz az is, hogy akik szolgáljuk az Urat, azoknak Isten magasabb mércét állít. Well, that's not fair. I just was volunteering my time. I don't want to be held to a higher standard. És arra azt gondolom, I'm not serving no more. Hogy hát ez nem igazságos. Én csak úgy odaszántam egy kis időt Istennek. Hát most miért lettem hirtelen más kategória? Miért más mércével mérnek engem? It shouldn't surprise you that we hold people to a higher standard. De ez nem szabad, hogy meglepjen benneteket, hogy a szolgálókat magasabb mércén mérjük. We're all on an airplane. Képzeljétek el, hogy mindannyian egy repülőn ülünk. Sorry, who's afraid of flying? Ki fél a repüléstől? I'm sorry, I'll go easy on you, okay? Akkor óvatosan fogalmazom. So we get into our chair. They get smaller and smaller every year. Minden évben egyre kisebbek ezek a székek. We squeeze in there. Betuszkoljuk magunkat. And then this guy gets on the plane in a suit. Nice looking suit. És szépen felöltözött úr felszáll szintén a repülőre. Stumbling. Kicsit úgy tántorog. And he's, hey! És nagy hangon ott üdvözöl. Sziasztok, repülő! Now, some of you are thinking, oh, I hope he sits next to me. És egyesek azt gondolják, remélem ez a jókedvű ember mellettem fog ülni. That drunk guy. Ez a részeg jó kis utastárs lesz. Some of you, vannak mások. That empty seat, you say, oh God, please let him not sit next to me. Rögtön elkezdetek imádkozni, hogy ez a részeg nehogy mellettetek üljön. Now imagine as he gets onto the airplane. De képzeljétek el, hogy ez a részegesnek tűnő részeg alak. Imagine he doesn't turn towards the passenger seats, but towards the cockpit. Képzeljük, hogy nem az utas tér fele fordul, hanem a pilóta fülke felé. Now, he ain't so funny no more. Onnantól kezdve egyáltalán nem vicces az ember. And he walks into the cockpit. És bemegy a fülkébe. This is your captain speaking. És akkor itt a kapitány beszél. How do you? Akkor hogy éreznéd magad? What do you feel now, huh? What are you gonna do? Most mit érzel, hogyha ő a kapitány? Oh, you're. Keep that door open. I'm out of here. Hát mindenki könyörög, hogy engedjék le a repülőről. But you can't hold him to a higher standard. He's just a man like the rest of us. Miért? Hát őt nem szabad magasabb mércével mérni. Hát ő is csak egy közülünk, és csak egy ember. No, he's not. When he sits in that chair, he's not. Nem, amikor abban a székben ülő, nem csak sima ember. You sit behind that chair, you're not just a man. You're a captain. Te abban a székben ülsz, és azt a repülőt vezeted, akkor nem csak egy sima utas vagy, te vagy a kapitány. Your job is to transport people. A feladatod a cél, safely. A biztonságban elszállíts A-ból B-be embereket. That's our job as ministers. Mi feladatunk is, mint szolgálók. Helping people from the temporary to the eternal things of God. Hogy mi is segítsük át az embereket az elmúló dolgokból az örökkivaló dolgokba. So yes, there's a higher standard. Úgyhogy igen, magasabb mérce van. And the point of this is that integrity is one of the only things that we have as Christians. És itt jön elő az a dolog, hogy mint keresztények az egyedüli dolog, ami a miénk, az a becsületes, gerinces voltunk. We need to hold on to that. És erre nagyon fontos, hogy vigyázzunk. And you can carry this into every part of your life. És ezt minden területére az életedbe beviheted. In our text tonight we were focusing on drunkenness, but you could carry this into every part of your life. Mai este ugye az igerész alapján a részegeskedésben beszéltük ezt a dolgot, mert de ez az életünk minden területén így igaz. Don't give up your integrity. Hogy ne adjátok föl a tisztes, becsületes voltatokat. And this isn't about some condemning message. Ezt nehogy úgy éreznétek, hogy ez valami megítélő, ítélkező tanítás. Maybe you sit here and you say, man, am I a failure. És hogy úgy ülsz itt, hogy azt gondolod, hogy én micsoda bukás vagyok. Well, would you turn to verse 16 of Proverbs 24? Akkor lapozzunk a 24. példabeszédben, a 16-os versbenhez. For a righteous man may fall 7 times and rise again, but the wicked will fall by calamity. Mert ha 7-szer elesik is az igaz, mégis fölkel, de a bűnösök elbuknak a bajban. When you think the term righteous, what do you think of?
Amikor az a szó jut eszedbe, hogy az igaz ember, akkor mire gondolsz? If there was a picture dictionary. Ha lenne egy ilyen képes magyarázó szótár. And the word righteous. És ott van ez a szó, hogy igaz. Could you see your picture next to it? Akkor ott a te képed ott lehetne mellette? Righteous. Hogy ő az igaz ember. Christina. I can see it. Ő látja. Okay. De nem? Nem. You know, it's hard for, you know, righteous. Nah, it's hard for us to think of ourselves that way, right? Tehát nehéz magunkról így gondolkodni, nem? For us, righteous means perfect. Mert az igaz dologra rögtön az jut eszünkbe, hogy tökéletes. But of course, the Bible speaks about righteousness in a very different terms. De a Bibliában nagyon más szavakkal beszél az ige az igazságról. It's the person who is in right standing before God. Az igaz voltunk azt jelenti, hogy megigazultunk Isten előtt. How do we get there? Jesus. És ez hogyan érhető el? Jézus által. Now, here in this verse, there's another marker. What does a righteous person look like? És itt van egy másik jelzés is, hogy milyen, hogy néz ki egy igaz ember. You ready? Another marker of a righteous person. Hogy mi lehet egy másik tulajdonság vagy jellemzője az igaz embernek? They fall. Hogy elesnek. They may fall 7 times. Hogy akár 7-szer is elesnek. Some of you are shrinking. Only 7? Can I have more? 70? 700? 7000? Vagy 70, vagy 700, vagy tényleg csak 7-szer. It's just a number to say, the righteous might fall over and over and over and over. Nem, a 7 ez most csak így képletes, hogy többször, újra meg újra az igazak is elesnek. Mindenki. Righteous people fall. Az igaz ember elbukik. We fail, we all do. Mindannyian elbukunk. We say things, we do things, we think things that we shouldn't. Olyan dolgokat mondunk, gondolunk, teszünk, amit nem kéne. One of our mistakes as Christians, knowledgeable Christians. Az egyik hibánk, mint okos keresztények, az lehet. Is oh well, we know God will forgive us, so it's okay. Hogy hát, de hát tudjuk, hogy Isten megbocsát majd nekünk, úgyhogy végül is rendben vagyunk. But I tell you, if you're sinning and you're thinking that way, you are on a dangerous path. Hogyha te így gondolkodsz, amikor épp vétkezni akarsz, hogy de hát Isten majd úgy is rendbe teszi, megbocsátja, ez nagyon veszélyes út, és erről tér le. I've been there. Mert én is jártam itt. Nem jó. És nem get jó. Off of that road. Erről az útról lépjetek le. Don't abuse grace like that. Ne használjátok ki, és ne éljetek vissza a kegyelemmel. But another mistake is to think that sinning means I'm not righteous. A másik hiba. Having sinned. Másik téves gondolkodás az az, hogy ha vétkeztem, ha bűn volt az életem, akkor már nem lehetek igaz. The righteous knows they're not perfect. Az igaz ember tudja, hogy nem tökéletes. They understand that they're sinners. Tudják azt magukról, hogy bűnösök. And in need of God's grace. És hogy szükségük van Isten kegyelmére. So listen, the righteous will fall. Úgyhogy figyeljetek, az igazak elbuknak. And get up again, he a lényeg, says. Hogy felállnak utána. Getting up is an act of faith. Mert az, hogy a elbukás után föl kell valaki, az egy hitbeli reakció. It's an act of faith in God's grace and forgiveness. Mert ekkor hitünk van abban, hogy Isten megbocsát és kegyelmet ad. Let me give you some reasons why the righteous do not get up. Hadd mondjak pár okot, hogy az igazak miért nem szoktak felállni, miután elbuktak. Because I normally don't do that. Oh, hát én általában ilyet nem szoktam csinálni. It was a one-time thing. Jaj, ez egy egyszeri alkalom. So I can get up again because it'll never ever happen again. Oh, hát felállhatok, mert ez úgyse fog velem többé megtörténni. Or, oh, God will forgive me, so I'll just keep getting up. Who cares? Oh, hát felállok, és újra tovább megyek, és majd újra megcsinálom, mert hát Isten is megbocsát, és csak csinálom. None of these are good. Ezek mind nem jó okok. The righteous get up as an act of faith in God's forgiveness. Nem, az igaz azért áll föl a bukása után, mert hisz és bízik Isten kegyelmébe és megbocsátásába. I don't get up because I'm such a good person. Nem azért állok föl újra, mert annyira jó ember vagyok. I get up because God is good. Azért állok föl, mert Isten jó. I get up in faith saying He forgives me. Hitben állok föl, hogy tudom, hogy megbocsát. You see, I can only convince myself that I'm not a really bad person for so long. Mert csak egy bizonyos ideig tudja az ember meggyőzni magát, hogy annyira nem is rossz. I'm not that bad. I'm not that hát bad. I'm not that rossz, bad. I am that bad. You cannot believe in all honesty that you're not that bad for that long. Mert nagyon hosszú ideig az ember nem hiszi el, aztán már, hogy annyira nem rossz. But on the other side. De a másik oldalon. I can only berate myself as a bad person for so long. Hogy csak egy bizonyos ideig. Lehet magának az embert így ócsárolni, hogy én mennyire rossz vagyok. Az is csak egy ideig tart. I'm horrible. Tarthat, I'm horrible. Hogy, I'm horrible. Hogy így járkálsz, hogy mennyire szörnyű vagyok. Okay. Jól van. És? What's next? The truth will set you free. Az igazság tesz minket szabaddá. Get up. Hogy keljél föl.
As an act of faith. Hitből. Don't get up because you're so good, because you're not. Ne azért kelj föl, mert annyira jó vagy, és ennentől jól fogod csinálni, mert nem fogod. Get up as an act of faith. You see, to stay down is to say, God, your forgiveness is not enough. Tehát a hitben, hitben állj fel. Ne azért, mert, azt, mert ha nem maradsz, azzal azt kommunikálod, hogy a te megbocsátásod az nem elég. God, your grace cannot help me. Hogy a te kegyelmed már rajtam nem segíthet. Oh, I'm such a horrible person. Yes, 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 yes. Move on. Get up. Igen, én annyira borzalmas, szörnyű személy vagyok, ez így igaz, de ebből állj föl és menj tovább. You can't stay in that place. Nem maradhatsz ebben benne. If one of my little babies fell down on their first try and I can't do it. Ha a kislányom, vagy kisfiam, a kisbabám leesne az első próbálkozásnál, amikor próbál járni, és a földön fekve maradva, hogy ez nekem nem megy, és soha nem is fog. Oh, that's fine, just stay there forever. Hát akkor maradj is úgy ott örökre. 10 years later, I can't. 10 évesen még mindig ott fekszik. All right, that's weird. Ez már nagyon furi. No, what do we say when the little child falls down? Get back up, you can do it. Mit csinálunk, ha egy kisgyerek elesik? Állj fel, úrja, meg, újra meg tudod csinálni, ügyes vagy. And this is what, as parents, we're teaching our kids this as they're growing up. És így tanítjuk a gyerekeinket, amikor felnőnek, így viselkedünk velük. After walking, it's the bike. Amikor meg, már sikerült a járást elsajátítani, utána jön a biciklizés. You know, you got it, pff, you don't got it. Sikerült, nem sikerült. I'll never ride a bike again. Soha többé nem biciklizem. Yes, you will. Dehogy nem. No, I won't. Yes, you will. Right now, you're going to try it again. Újra fölülsz és indulunk. We're not going to quit. You can do it. Nem hagyjuk abba, és meg tudod csinálni. Get up. Úgyhogy kelj föl. I'll never learn to tie my shoes, ever. Soha nem tanulom meg, hogy kell bekötni a cipőmet. Yes, you will. De azért megfogod. Get up. Kelj föl és próbálj. I'm never going to change from this situation. Én soha nem fogok tudni megváltozni ebben a helyzetben. I have asked God to forgive me every day for 8 years. Már 8 éve minden nap kérem Istent, hogy bocsássa ezt meg nekem. I'm never going to be free. Én soha nem leszek szabad. Yes, you will. Get up. Kelj már föl onnan. The righteous fall. Az igazak mind elbuknak. And they get up. De aztán felállnak. Are you righteous? Te igaz ember vagy. You say, well, if falling is the key, then yes, I'm very righteous. Ha az elbukás lenne a mérce, akkor nagyon is ebbe akarok. Now I can see my face next to the righteous. Most már látom a kis képemet, mint a kategória. It's not just the falling, it's the getting up. Nem az elbukás a lényeg, hanem az, hogy utána felállunk. Getting up does not prove that you're somebody. Az, hogy újra felállsz, az nem az bizonyítja, hogy te valaki vagy. It proves that God is somebody. Az azt bizonyítja, hogy Isten valaki. It's an act of faith. I believe in God. Mert hitből, az Istenbe vetett bizalmunk miatt állunk föl újra. So get up. Úgyhogy tegyétek is. Don't stay on the ground. Ne maradjatok a földön. You're going to miss out on what God has. Mert így elmulasztjátok, amit Isten tartogat. So let's get up. Úgyhogy keljünk föl. Amen. Amen. Do it. Don't just say tegyétek it. Do is it. Meg. Ne csak mondjátok, tegyétek all right. Meg. Let's actually get up now. Akkor let's pray. Is fel, ha már így. Let's practice that. Get up. Gyakoroljuk ezt a felállást. And let's pray. Imádkozzunk. Lord, thank you for your word. Atyán, köszönjük a te igédet. Lord, we fall. Uram, mi elbukunk. Help us to get up. És segíts felállnunk. Pray for those that are here in this room, those that are listening or watching online. Kérjük, Uram, hogy segíts nekünk, akik itt vagyunk ebbe a terembe, vagy akik az élő közvetítést hallgatják. Lord, show us where we're just stuck in our lives. Uram, mutasd meg nekünk, hogy milyen dolog az, vagy milyen ponton ragadtunk meg az életünkben. Help us to get up. Segíts nekünk felállni. Lord, we don't want to do or be a part of anything that would hurt our brothers or sisters. Uram, mi nem szeretnénk semmilyenba részt venni, semmilyat tenni, ami bántaná a testvéreinket. So help us to care more about them than even ourselves. Segíts, hogy minél inkább velük törődjünk, másokkal, mint magunkkal. Lord, thank you for grace and forgiveness. Köszönjük neked a kegyelmet és a megbocsátást. You are so good, Lord. Te olyan jó. And we love you so much. És annyira szeretünk. And that's, Lord, that's where we conclude tonight, is just in your grace and in your forgiveness. És ez az, amit ma konklúzióként vonhatunk, hogy a te kegyelmedben, a te megbocsátásodban vagyunk. Thank you, that's what we have, God. Köszönjük, hogy ez a miénk. In Jesus' name. Jézus nevében. Amen. Amen. God bless you guys. Isten áldjon benneteket. Have a good week. Legyen jó hetetek. See you on Sunday. És vasárnap találkozunk.